és az pedig, hogy Novák Katalinnak le kellene mondania, az is szerintem azért jelen pillanatban biztosan többséget élvez ebben a társadalomban, hiszen olyan mély morális kérdésről van szó, még egyszer mondom, tehát gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekménynek falazó ember, ami az egész intézménynek, a köztársasági elnöki hivatalnak a morális méltóságát ássa alá. Tehát valamilyen módon neki visszakozni kellene ebből a döntésből, még ha ebben a pillanatban nincs is jogi lehetősége, de hát kétharmaddal ugye alaptörvényt is lehet módosítani.